Mit mutatott meg Magyar Péter április 6-ai tüntetése, és mire utalt sejtelmesen Gulyás Gergely? Köszöntöm Önöket, ez itt a feedback, és többek között ezekkel a kérdésekkel fogunk ma foglalkozni. Lássuk, hogy kikkel. Köszöntöm Boros Tamást, az AHTV szerkesztő műsorvezetőjét, a Csat című Vita műsor szerkesztőjét. Szia! Sziasztok! És Kacso Dánielt, a Mandiner főszerkesztő helyettesét. Szia! Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is. Kezdjük akkor rögtön ezzel a tüntetéssel. Magyar Péter anélkül most számháborúba bocsátkoznak, azt azért kijelenthetjük, hogy sok embert ki tudott vinni a Kossuth térre. Kormányváltó hangulat van szerintetek, és volt-e pánik a Karmelitában, mint ahogy azt például Magyar Péter mondta? Hát szerintem attól még, hogy egyszerre sok ember kimegy Budapesten az utcára, az szerintem látványában sugározhat kormányváltó hangulatot. Ugye Magyar Péter is a beszédében, meg utána a kommunikációjában azt próbálja érzékeltetni, hogy ez egy kvázi egy vizuális igazolása annak, hogy ő kormányt fog váltani, és hogy elsöpri mind az ellenzéket, ahol egyébként már kezdenek úgy ébredezni vele kapcsolatban, de ez nyilván egy és ív lehet még. ide szúrom, ezt mondja, hogy ő biztosan kormányt fog váltani, mert ugye folyamatosan felfeljön hát... az hangként, illetve ő is ezt hangsúlyozza, hogy majd koalícióra fog lépni, és akkor most a Fidesz-szel, Orbánnal, a nélkül. Ugye a rendszer részéről és hasonló nagy dolgokról beszél. Én azt mondom, hogy egyébként egy politikus részéről magasra lőni a célt, és retorikai mondásokkal talán túl ahhoz képest, hogy mik a valódi tervek, amiket aztán egy részletes interjúban már ilyen kérdésekre válaszolva ki tud fejteni, az mondjuk elnézhető. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül most, hogy ő mit tervez, vagy mit gondol, amit nem mindig olyan lehet pontosan belőni. Tehát ez is egy politikusi tulajdonság, tehát ő már egy politikus rögzítsük, ezeknek az elvárásoknak is kell megfelelnie. Eszembe jut Csurka Istvánnak a, a rendszeresen megtartott hősök teré, terei tüntetés sorozata, hogy ha abból indulunk ki, hogy mennyi ember tud kivinni valaki a hősök terére, akkor Csurka István miniszterelnök lett volna néhány nappal később, vagy mondjuk az influencer tüntetés, ami nem egy politikai, nettó politikai húzás volt ugye néhány héttel ezelőtt, impozáns méretű tömeg ment ki. Én azt gondolom, hogy létezik ez a tömeg, léteznek elégedetlen emberek Magyarország kormányzásával szemben, ez teljesen validis, legitim állapot, valakinek így gondolkodni a világról, kifejezni ezt, a, ezt a, az ellenérzését, és szerintem akik kimentek, elsősorban ezért mentek, csak most végre kaptak valakit, aki ezt egy személybe megtestesíti, hogy ez számukra miért hiteles, nekem abban kapcsolatban vannak kérdőjeim, de én ezt a jelenséget látom, mérések alapján azért már 10 pluszos a Magyar Péter Tisza pártya, amiről fogunk még beszélni, és mindjárt be is fogom, de szerintem önmagában ez a, ez Meted. Meted. A, <laughs> önmagában ez a tüntetés nem jelenti azt, amit néhányan oda képzelnek, hogy valami teljes társadalmi elégedetlenség lenne a Magyarország kormányával szemben. Ez azért nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert az influencer tüntetés, amit említettél, és rengetegen kim voltak, ott a tömegnek a nagy része politika ellenes. Tehát, hogy nem bíznak már a politikában, nem bíznak a pártokban, és ezért is lehetett őket olyan üzenetekkel berántani egyébként a térre, hogy, hogy ott legyenek és megjelenjenek, és nem csak azért voltak ott, mert hogy az Aria koncertet vártak, hanem van egy általános elfordulásuk, egy kiábrándulásuk a politikai elittel szemben, és ezt meg is fogalmazta valamilyen módon egyrészt egyébként az az influencer csapat, másrészt pedig azért egy NER lebontás, illetve egy Orbán ellenes retorikát is ugye prezentáltak. Azért tényleg nagyon nehéz ez az ügy, mert ugye az első mérések már így a DK szintjére előtték be, Magyar Péter támogatott. A másodikak is. A, a másodikak is. És sokan azt kérik számon rajta, főként az értelmiség, ami egy nagyon szűk réteg, ezt fontos elmondani, hogy ami ben mi mozgunk, vagy amit mi olvasunk, az még mindig a társadalomnak csak egy, egy aprócska szelete. Hogy, hogy ennek az embernek nincsen egy világosan látható programja, amely egy irányba mutatna, nincs egy tisztán körvonalazható ideológia, de hát könyörgöm neki. Egyetlen egy üzenete van szerintem, ami baromira ö, szimpatikus és, és elfogadható ennek a kiábrándult tömegnek, még, még hozzá az, hogy nem kérek sem Gyurcsányból, sem Orbánból. Tehát ha ezt az egyető meg tudja fogalmazni, akkor azt gondolom, hogy ő neki már nyert ügye van, ezt innentől kezdve csak elrontani lehet. Ha a szakpolitikai kérdésekbe belemegy, az a tömeget egyáltalában nem fogja érdekelni. És én azt gondolom, hogy őt olyan módon lenullázni, ahogy annó a Megafon lenullázta mondjuk Márkizai Pétert, ugye a partizános interjúja után, hogy akkor most mennének-e magyarok a háborúba, és hogy mit vállalna, ez azért nem fog előfordulni, mert hogy a legnagyobb ütéseket, csapásokat már túlélte ez a pali méghozzá ezt a nőverő státuszt, vagy imidzset, amit megpróbáltak ráhúzni. Ezt még folyamatosan tolja egyébként. A megafon, úgy érzem, hogy ez a fajta üzenet már kezd egy kicsit kipukkadni, és most már mennek át abba az irányba, hogy akkor ez egy baloldali figura, és így próbálják elidegeníteni egyébként a saját tábortól őt, tehát egy, húznak tulajdonképpen egy, egy kerítést a saját biztosan szavazó táboruk és Magyar Péter közé, hogy nehogy, a karámból néhány bárányka, nem szándékos egyébként a párhuzam, esetleg elkódorogjon. Szóval én azt gondolom, hogy a főüzenet megvan, és olyan típusú félre sikerült mondat nem várható tőle, mert ha igenis, már pedig vannak folyamatosan, tehát rendszeresen ellentmondásba keveredik saját magával, az nem fog megtörténni, mint Márk Izai Péterrel. Én azért vitatkoznék az, hogy Márk Pétert a megafon nullázta volna le, Márk Péter szerintem saját magát nullázta le, és ezzel még adott is is. DK-s is, is is. Dk politikusok is egyet tudnak érteni, ez saját személyes tapasztalatom egyébként abból a korszakból, tehát azért Azért olyanokat mondott már Kizai nem csak ez a háborús hasonlata volt, tényleg ez, ez, mondjuk elementális politikai fegyvert adott a vele rivális politikai oldal kezébe, mert azért tényleg ilyet mondani abban a szituációban felért egy politikai öngyilkossággal. Hát melyik politikai oldal ne nagyítsa fel az ellenfele hibáit, pláne egy kampányidőszakban? Szerintem mi erre senki sem vállalkozna, hogy ezt ettől eltekintsen. Aztán ugye ott voltak neki azok a mondatai, hogy kommunistákat és fasiztákat egyszerre képvisel, akkor ugye voltak ilyen finoman szóval sem tiszta mondatai a gyermekek erőszakkal a nevelésével kapcsolatban. Ezeket egyenként annak idején ugye végig rágtuk adott esetben ilyen műsorokban. Kétségtelen, hogy Magyar Péter ilyen típusú muníciót nem ad, de az ellenhondások azért bőven ott vannak a mondataiban. És hogyha jól értem, akkor ő most arra törekszik a te megértésed vagy látásod szerint, hogy lehetőség szerint inkább semmit mondjon, vagy mindent egyszerre, csak hogy ne lehessen belekötni a mond. Én pedig egy politikustól azért azt várnám el, de én mondjuk Magyar Pétertől nem várok el semmi ilyesmit, hiszen valószínűleg az én szavazatomra hiába átsingózik, de de ott, hogy mondjon valamit a világról, pro és kontra. És azért azért mond, lehet, azért mond, lehet, mond, 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 mond. Azért lehet például a baloldalinak beállítani, mert a 12 pontja az körülbelül lefedi, és ezt nem én mondom, hanem például az ellenzéki pártok, azt a, azokat a, a szándékokat, amiket 2022-ben Orbán Viktor a szemben álló hatpárti összefogás kvázi általam baloldalként azonosított, persze ez is bonyolultam nyilván. Van annyira baloldali akart, magyar Péter, mint a Fidesz? Jó, hát figyelj, az, hogy a Fidesz kénytelen volt baloldali döntéseket is meghozni, például a rezsicsökkentés ügyében, ami nevezhető baloldalinak, az nem azt jelenti, ársabka. hogy maga az identitása, ársapka, az identitása, az baloldali lenne, szerintem ezt a kettőt nem keverném össze. De Magyar Péternek sem az identitása baloldali. Én ezzel vitatkoznék. Szerintem azt az az ember, aki azt mondja, hogy mindig is liberális voltam, tudom ezt most fölveszni. Nem, le azt mondta, játszani, hogy gyerekkorában volt az, nem. és akkor nem Ez a mondat így hangzott el, hogy én mindig is liberális voltam. Ez így így elhangzott. Aztán azt hogy ezt cáfoltam. Ez, ez hát pedig jó, egy probléma az, vele. Ez egy nagyon erős, erős, erős ellentmondás, és akkor gondolja mindenki, amit akar. Jó, finomítok, akkor én nem vagyok, hogy mondjam, pártpolitika csináló, hanem elemző vagyok és újságíró. Én azt mondom, hogy Magyar Péter a bal focizik, ott keres magának támogatókat, és azzal, hogy most az elmúlt időszakban próbálta fölnagyítani az úgymond eredet történetét, amit az elején is azért el azt aztán picit megfelelkezett róla. Meg a azt, nyilván azért van, hogy ezt az imidzset egy picit rombolja, hiszen észrevette, hogy belesodródott egy olyan pozícióba, ami lehet, hogy neki nem tetszik annyira. Ettől függetlenül ő az ellenzéki oldalon szerezhet szavazókat, a DK és a Momentum aggódik leginkább miatta. az, 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 a, az igazad van, hogy a Fidesz Fidesz próbálja ezt a dolgot lehatárolni magától, de hát ez megint csak olyan, hogy elemi, elemi politikai érdekek mentén zajlik itt az elmúlt néhány hónap őrülete. Szerintem mindenki úgy reagál rá, amennyire csak tud. Belemehetnék abba, hogy mit jelent az, hogy baloldali, és hogy mennyiben képviseli ezt a Fidesz, hogy egyáltalán az ellenzéki oldalon mennyire képviselik ezt a pártok, mert... Mindegy, pontosan tudjuk, hogy ennek egyébként már nincs olyan konkrét jelentése, mint volt mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt. A kicsit a baloldali Magyarországon az ilyen az ellenzékit jelenti, aha, azt aha. az ellenzékit, ami mondjuk a, a a 2010 előtti világhoz is kötődik, például a gyurcsánykorszakhoz. Igen, de én... Nagyjából ez tudnám így értelmezésként előadni e körben. Szóval nem értek egyet, mert, mert sokat kockáztat a Pali, például amikor azt mondja, hogy Európai Egyesült Államokban ő nem hisz, és inkább a nemzeti szuverenitást erősíti, és mondjuk a külpolitikájában inkább a Fidesz irányába húz. Én azt gondolom, hogy ez egy tökös húzás, és ő non-stop, akár az ügynök akták lehetséges megnyitásával, és még mondhatnánk három-négy olyan ügyet, ami egyébként tabuként volt kezelve az elmúlt 20-30 évben. Egyébként pont az ügynök akták esetében van teljes konszenzus a jobb és baloldal között, ha már akkor ezt a felosztást használjuk. Tehát, hogy ő ezeken akar átlépni, olyan történeteket keres, olyan sztorit próbál saját mögök köré keríteni, hogy ő tényleg a rendszer fölött áll. És hogy ő középen helyezkedik, és nem esik bele az új a hibájába, amit elkövetett egyébként az ezt megelőző három-négy messiás is. És ezt én azt gondolom, hogy eddig sikerrel viszi egyrészt ez, hogy Gyurcsánytól és Orbánytól egyenlő távolság, a másik pedig, amiben erősnek tűnik, hogy még olyan határozott, jól leválasztható arcéle nincs a csávónak. És ebben én tökéletesen egyetértek, hogy még sok mindent lebegtet, olyan, mint egyébként Spielberg, amiben zseniális rendező volt, mondjuk a Cápák című film esetében, hogy a, hogy a cápa, hogy a cápa és most értsük, ne direktben ezt a, ezt a hasonlatot, ott talán csak a 30. 35. perc környékén tűnik fel, tudod, előtte megmutatják nekünk, hogy beránt mondjuk egy lányt a víz alá, aztán mutatnak egy csontvázat, hogy mekkora száj, de konkrétan, amikor megmutatják nekünk azt, hogy, hogy milyen szörnyeteggel állunk szemben, akkor az, az, már, az már egy olyan felfokozott várakozást előzte meg, hogy óriási dúran, és én azt érzem, hogy ezt csinálja, hogy, hogy megy ez a balladai... A ebben az esetben az üzenet akar lenni, ami a én megrémít mindenki, vagy a cápa Magyar Péter, aki az első a kogva, az a összes posztjához a saját képét teszi, a cápának a pont az ellentét értelemben. Aha, nem, 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 nyilván itt a természeti erőre gondolok. De de, de értse mindenki úgy, ahogy akarja. Tehát valakinek ő a valódi cápa lesz, aki megijeszt minket, valakinek pedig a, a fékezhetetlen természeti erő, amely minden akadályt képes legyőzni. Mindenki választ, aki saját maga. Egyébként az, hogy Magyar Péter körül kezd egy ilyen hát szinte egy vallás kialakulni, az köszönhető annak, amit felépített maga a Fidesz. Ez a folyamatos táborokra osztás, a társadalmi úszítás, meg egyáltalán, ami Orbán Viktor körül kialakult, és egy másfél millió magszavazóra jellemzi, hogy akármit csinálhat Orbán Viktor. Akármilyen kognitív diszonanciát ingerlő gondolatai vannak, és mond valamit, de közben más tesz, amit ugye meg is erősített egyszer egy interjúban. Tehát, a, ez, ezeket a széttartó erőket azt tartja egyben, hogy ő Orbán Viktor, és Magyar Péter is egyébként erre utazik rá Orbán viktor eszközökkel, azokkal a rektorikai fordulatokkal, azokkal a kiállásokkal, azzal a tömegkezeléssel. Tehát, hogy a, a fickó nagyon sokat tanult egyébként korábban ettől a nagyhatalmú vezetőtől, ebben vannak olyan elemek, amik nekem baromira nem szimpatikusak, de... Básztos, így működik a, a politika. Kétségtelenül sok, sok évig ült, mint utólag kiderült, vagy legalábbis sejthetjük a nyilatkozatokból, akár a volt feleségének a nyilatkozataiból, hogy valószínűleg tűkönült egész pontosan, hiszen azt figyelte, hogy mikor kerülhet már ő a rivalda fénybe, és ott valószínűleg eznek a személyiségében valamiféle torzulásokat is okozhatott egyes Na, elemzések megérkeztünk. szerint. De én, most nem el, de én nem erről akarok beszélni, mert ezt a vélemény kategóriába sorolom, és én véleményként a megkockáztatnám az ő esetében, de lássuk meg, hogy hova fut ki a történet. Én arra szeretnék reagálni, amit Orbán Viktorról mondtál. Szerintem. Pont az ellentéte az, amit a Fidesz, illetve Orbán Viktor csinált az elmúlt évtizedekben, annak, ami Magyar Péter körül kialakult. Magyar Péter, mint azt te is utaltál rá, a úgy úgymond ellenzéki messiás. Uh -huh. Mi jellemzi őket? Nagyjából nem ismeri őket az a közeg, amelyik pajzsra emeli, nem tudja, mit akar a világtól ez az ember, nem tudja, hogy hova vezetni az országot, nincs körülötte nagyjából egy egy formáció, egy csapat, egy szakpolitikai műhely adott esetben, még szellemi hátország, ő egyedül az nem? Nem, szerintem nem. Egyedül lebeg a, 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 politikai közegben, és pont ez a semmisége és az Orbán Viktor való totális szembejeskedése jelen esetben pedig azt, hogy a nervből érkezik, tehát biztos tud valamit, mint kiderült pár dolgot tud is azért. Tehát ez, ez adja a pikantériáját, de mögött nincs egy politikai teljesítmény, és azért én azt gondolom, hogy nagyon károsnak érzem azt a habitust, és persze nem akarok egyenként szavazókat elítélni emiatt, hogy első szóra ugranak egy ilyen jelenségre. Én azt mondom, hogy ezzel szemben a Fidesz, amikor majd menjünk vissza kicsit az időben, 2002 egy elvesztett választás, a politikai közösség csalódása, egy párt veresége, utána mi következett? Egy szisztematikus, sziszifusz építkezés. És szerintem ez nem zárja ki annak, hogy egy, annak a lehetőségét, hogy legyen egy valid, erős, adott esetben autoritással rendelkező tekintélyt élvező vezetői annak az adott politikai közösségnek, de ez csupán a jéghegy csúcsa. Kell hozzá egy olyan hátország, egy olyan politikai sziszifuszi, adott esetben évekig tartó építkezés, amiből a politikai erő megvalósul, és szerintem ezt nem érti az ellenzéki oldal, és azok a szavazók, akik képesek fél év alatt eldobni valakit egy újabb messiás kedvért, hogy ezt a munkát nem lesz kikerülni, Hát gyógyságy építkezik például, tehát ő ezt a munkát végzi, Aha. az másként is, hogy üvegplafon fölött a teljesítménye révén. Tehát ő Meg a múltja. A múltja révén, az, azt, azt Aha. értem én teljesítmény alatt. Tehát, a bocsánat, lehet, hogy már túltoltam a, 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 múltba révedés, de én azt gondolom, hogy az ellenzéki oldal, és nagyon sok elemző is félreismerés, és egy más Fidesz és más Orbán Viktor rak oda, egy diktátort, akinek a szava mindent visz, aki folyton váltogatja a véleményét, ahogy te is utaltál rá. Én ezzel szemben azt gondolom, hogy szerintem így nem tudnak a politikai térben sem vele szemben hadakozni érdemben, hiszen nem az ellen küzdenek, egy felrajzolt, úgymond anti-idealizált Orbán Viktor ellen megy a csata. És ezért Magyar Péternek is örülhet bárki, de ezt a munkát ő nem végezte el, amiről itt most beszéltem. Tomi, mielőtt reagálsz, egy kérdést hadd szúri közben, mert amiről, <laughs> szúri. Ami, amiről beszéltek, az oda is kapcsolódik, hogy Magyar Péter vitára hívta Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet, és végül Dajs Tamás meg Dobrev Klára jelentkezett arra, hogy vagy reagáltak erre a felkérésre tehát amiről Dani te beszélsz, az azért is fontos, mert szerintetek, hogy valaki egy ilyen vitára kiálljon, akkor most lehetne Orbán Viktor ellen, ahhoz szükséges egy ilyen hátország amiről most is vitatkoztatok Hát mi is vitatkozunk, nem? és nincs hát, mögöttünk lehet, hátország, hátország, nem? nem. mögötted, mögötted van igen. igen, már mögötted meg a rubelek na, cseréljük, okay. cseréljük Be... valótát egyszer most van nálam egyébként legalább 100 dollár szóval, nem, euh, amit nem. ezért a szereplésért nem. kaptam, úgyhogy köszönöm szépen egyébként Szóval egy nem volt, ez most coming out Én jaj, jaj most, most, most hirtelen várjunk komolyban mi, miután így elkezdtem poénkodni nem így annyira eszembe jellemző, eszembe annyira cinikusak ezek, ezt nem vételt, hogy tényleg sose volt rubelem, na mindegy, ettől még viccel azt se ez tudom, hogy néz ki, szóval Politikai teljesítményt mondtál, Dani, hogy először építkezzen, legyen mögötte egy szervezet, egy hátország, és akkor jelentkezhet. Mi van, ha ez 2026-ban jelentkezik? Meg egyáltalán mi az, hogy politikai teljesítmény? Mióta van így felrajzolva, melyik kódexben van leírva, hogy miként lehet politizálni, amikor az a minket körülvevő országokban itt a régióban is egyébként, azt hiszem Szlovénia, Szlovákia, de talán Csehországban, sőt Lengyelországban is megtörtént, hogy valaki akár elindult színészként, humoristaként, és hirtelen áttörte azokat a határokat, amit korábban azt mondtak egyébként ezek a nagy teoretikusok, hogy áttörhetetlenek. És mi van, ha itt is pontosan ez fog történni? És mögöttük Ivor sem Matovics volt... Matovics sem de volt szer... Évre. Mögöttük sem volt, igen, egy évre. És mi van, ha ebben öt év van? Mi van, ha ebben kettő hónap van? Nem tudjuk. De azt megmondani onnan föntről, miután egy 88 óta pártban lévő emberről beszélünk, hogy miért nincs mögötte szervezet, maga a politikai teljesítmény az az, hogy kiáll a nagy közönség elé, és beszél. És egyáltalán már egy ö, egy nagy közönséget, egy nagy követőtábor tudhat a magáénak. Ez már politikai teljesítmény. A, már az is politikai teljesítmény egyébként, amit mi itt éppen elkövetünk. Ö, és adott esetben hatá, hatást tudunk gyakorolni a saját ö, közönségünkre, nyilván nincs ilyen, de azokra, akik mondjuk velünk értenek egyet, vagy azok esetben befolyásolni tudjuk azokat, akik minket mondjuk hülyének gondolnak, de elgondolkodnak egy-két dolgon. Szóval hogy nincs már ilyen. Ha csak a közösségi média aktivitást nézem, ami még ugye mondjuk egy tíz évvel ezelőtt nem volt szempont, és a politológusok nem igazán foglalkoztak vele, ha csak az elérését nézzük, az izegést Magyar Péter mögött, ez már egy nagyon komoly politikai teljesítmény. Az, hogy ezzel mit kezd, és ennek vannak negatív elemei, mint hogy küldjetek be önéletrajzot, nem te már beküldted, és akkor rajta leszel az LP isten, ami nyilvánvalóan nonsens, de alapvetően... A Google jobb oldalról nem fogadnak jelentkezőket. De alapvetően az, hogy két három milliós tömeget már fel tudott vonultatni, jó vicc 100-200 ezeres tömeget fel tudott vonultatni az április 6-ai tüntetésen, az azt mutatja, hogy van egy tömeg, amely vár tőle valamit, hogy ezt miként tudja mozgatni, tudja-e bővíteni, vagy majd csökken, mert mondjuk előbb-utóbb elhal ez a fajta lelkesedés, az meg már az ő teljesítményén, politikai teljesítményén múlik. Világos, egyébként lehet, kicsit félérthető voltam, ezt a leíró jelleggel mondtam, és egyébként az elmúlt 14 évre is visszatekintve az ellenzék felé is egy komoly kritikának érzem, hogy valahogy ez a megúszós ellenzékiség, ez, ez ö, ö, utat tört. Valószínűleg, valószínűleg, ebben ott van a sorozatos kudarcok és csalódások okozta ö, paralízis, ez a bénultság állapota, ez az egymással való rivalizálások okozta fáradtság, amit láthattunk itt a Momentum LMP, Jobbik, Iszor, DK, és adott esetben még sorolhatnánk ezt napestig ezeket a pártokat. Ezek egymás közötti vitái is fárasztóan hatnak arra a közönségre, amelynek a szavazataira a kormányváltók ö, ö, potenciális erői ácsingóznak, majd nyilván ezek annyira csalódtak, hogy ugranak rögtön a Magyar Péterre, vagy bárkire, aki ígér valami antipolitikus politikát, és valami teljes rendszerváltást, ha úgy tetszik politikai csodát. Én arra értettem, hogy ez a jelenség önmagában, tehát nem, pótolja, nem pótolhatja azt a, a politikai munkát, és itt a teljesítményt, amit az én mondtam, a politikai teljesítmény csúcsa nyilván a választáson való győzelem, vagy egy érdemi ö, eredmény elérése. Én itt a politikai munkát akartam a teljesítmény alatt inkább érteni, hogy az a munka, ahogy hozzáállt a politika csináláshoz a Fidesz annak idején, amikor elbukott egymást a két választást azt egyébként Megyesi Péter egy partizán interjúban állította a jelenlegi ellenzék elé, és ezért mondom azt, hogy a magyar Péterféle csodavárás szerintem nem pótolhatja ezt az érdemi munkát, és ezért azok, akik most hirtelen szinte szektárs lelkesedéssel beleszeremesedtek Magyar Péterbe, illetve az általa képviselt valamiféle jelenségbe, azok én azt gondolom, hogy előbb-utóbb bizonyosan csalódni fognak, de nem vagyok jövőben látom, megengedem, lehet, hogy neked lesz igazad, és jön az Igor Matovics 2.0 kormány Budapesten, és leváltja Orbán Viktor a maga 34 éves tapasztaltával a porondon. Ezt nehezen tudom elképzelni, de nem zárom ki lehetőségét. Én azt nem értem, hogy te aggódsz Magyar Péterért, hogy hát ennyi munkával aztán nem fog sehova sem jutni, vagy pedig az van, hogy azt gondolod, hogy ez egyáltalán nem fair, hogy belép a politikai szintére valaki, egyelőre úgy tűnik, hogy sikeres ebben, úgy, hogy egyébként azt a fajta munkát nem végezte el, amit mások. És melyik? Mert, bocs, csak kicsit tovább gördítem, aztán oh. majd válaszolhatsz, ha a műsorvezető is megengedi. Igen, arra kérlek, hogy röviden, mert még Gulyás Gergelyről is majd szeretnénk beszélni. Akkor, de... akkor gyorsan csak annyi, hogy, hogy én nem értem egyébként a, a jobboldali médiának influencereknek, politikusoknak a hozzáállását mert hiszen pontosan az történik, látjuk a közölemény kutatásokban, hogy jelenleg újra rendezi az ellenzéki tér felett Magyar Péter, tehát hogy nem a Fidesztől veszel szavazukat, bár valamennyit egyébként igen, hanem jelenleg Gyurcsány Ferenc legnagyobb kihívója és megpróbálja újra rajzolni olyan módon a térképet, ami most akkor ez jó a, a Fidesznek, vagy nem? Tehát a, Fide a Fidesz egy évtizedes talán... viszonylatban küzd Gyurcsány Ferenc ellen, hogy, hogy pokolra kell küldeni, minek van itt, mit keres még mindig itt, hát hazudott, csalt, lopott, ami rá lehet olvasni, azt ráolvassák, és itt van egy ember, aki meg akar minket szabadítani Gyurcsány Ferenctől, és mindenki sipákol a jobboldali térfélen. Nem, szerintem azért egyrészt a jobboldal azért egy politikai közösség, egy eszmei közösség egyszerre, ami úgy is identifikálja magát, annak nyilván a kemény magára gondolok, a a polgári, talán már nem annyira <laughs> fungáló polgári körök jelképezték ezt a, ezt a közösségépítést, és ez a közösség is támadva érzi magát, amikor Magyar Péter újra mutogat a karmelit a felé. Hát így mondjátok, hogy baloldali. Hát mi köze a jobb oldali se? Hát mondom, a, baloldalról éri támadást a jobboldalt. Ilyenkor a jobboldal összezár, és ah. ezért érkezik kritika a, 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 Magyar Péter felé, csak hogy legyen valami válasz. Egyébként, egyébként tegyük hozzá, abban egyetértünk, és hogyha én intéztem volna ezt az egészet így, már pedig nem én intéztem, lehet, hogy még sokan hálásak is lennének nekem. Hú, ez gyönyörű szép átkötés volt, hiszen Gulyás Gergely Mert tegnap... Hogy igaz, amit mondasz részben. Gulyás Gergely tegnap az atv Csuha Ildikó kérdezte, hogy beszélte Orbán Viktorral, Magyar Péter ügyéről, és vesztette a bizalmából, és erre Gulyás Gergely nagyon sejtelmesen azt mondta, hogy nem láttam jelét ennek, én most nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, de én most úgy gondolom, hogy ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm, ha mégis, akkor még nagyon hálásnak lesznek nekem, jó jegyezze meg mindenki. Mire gondolhatott itt Gulyás Gergely, és miért kell ezt nagyon megjegyeznünk? Hát én tegnap beszéltem Gulyás Gergelyel és... Hánykor, mert akkor lehet, hogy már fölhívta, nekem. Fölhívtam, mint Bohár Dani szokta ugye az ellenzéki térfélen állókat, és hát rám tette a telefont. Nem mondod. Na jó, ez csak nyilván kamu. Hát... azt hitt, hogy... Bo... Nem, de, azt de hitt, nyilván... Hogy a Bogos, ennyi... Lajos, Borost, nem, 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 tudom, mi lehet... Ő, hogy vagy arról bantó, vagy. Szóval, hogy nem tudunk erre válaszolni. bocs, Nyilván neked lesz válaszod erre. Nem. Valószínűleg nem. Nem, 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 tudjuk, nem tudjuk, hiszen ez egy enigmatikus, odaszúrt gondolat, amit egyébként azóta kiegészített, ugye a friss hírekben, és azzal sem vagyunk bejebb. Én azt gondolom, hogy. És az... Teljesen már a bulvár kategória, hogy Magyar Péter kezében még van hanganyag, és Gulyás Gergelyről van hanganyag. Azt nem szokták szeretni a Fideszem belül, aki az árulót behozza. És Gulyás Gergely hozta be azokba a belső körökbe Magyar Pétert, ahonnan aztán információkat tudott nyerni Magyar Péter. Tehát én is azt gondolom egyébként, hogy Gulyás Gergelynek az ideje lejárt, de nyilván ezt miután mindig erőt mutat a hatalom, ezt most nem tehetik meg, hogy őt a háttérbe szorítják, meg nincs egy olyan közvetetlen botrány körülötte, mint mondjuk Varga Judit körül, vagy a köztességi elnök körül, úgyhogy majd a választások után lehet, hogy szépen lassan tőle el fogunk búcsúzni. Hát én szerintem ezt köculkálásnak értékelem, de megérzem, hogy a jelen, jelen pontokból kirajzolható vonalak bizonyos embereknél bizonyos irányba tartanak, például kormányváltás és hasonlók. Ezt függetlenül én a jövőbelátás képességét, mint az imént is utaltam rá, nem bírom, tehát innentől kezdve akár lehet az is, hogy neked van igazad. Én ezt nem látom bele a történtekbe, szerintem Gulyás Gergelynek most volt egy igen komoly egészségügyi beavatkozása, ezzel egy időben pont, ami azt az érzetet keltette, és próbáltak ennek ellenzéki politikusok is, hogy mondjuk ez erre ráerősíteni, hogy akkor egy Gulyás Gergely miatt megbukott. Hát jó sok ember lehetne még úgymond a rendszeren belül, akit Magyar Péter miatt utálhatnak. Szerintem ezt senki nem látta így előre, amit Magyar Péter most lehet az asztalra. Egyébként hozzáteszem, és itt a hitelességgel kapcsolatban azért egy nem el, 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 elhanyagolható körülmény, hogy maga Magyar Péter is bár látszólag valamennyire készült valami ami dobbantásra, vagy robbantásra politikai értelemben, azért még néhány hónappal ezelőtt Mészáros Lőrinc cégénél akart egy állást, és úgy gondolta, hogy ezt a volt felesége segítségével uh -huh. tudja megszerezni. Ez a nerve maradásnak... A válasz online-nak reagált. Hát nagyon engem... jó ez jó, a, jó, a Nem jobb oldali engem aratívan, kell meggyőzni a saját részben, olykor igen... Te már én, én már meggyőződtem, hogy, hogy, hogy nem mondott. Jó, Figyelj, azt, azt, azt viszont nem tényleg ne játszok, hogy ha ha magyar Péterrel kapcsolatban megkérdőjelezünk valamit, akkor azokat az embereket, akik megkérdőjelezik, és igyekeznek picit objektíven figyelni ezt a fickót, mint ahogy én egyébként szerintem itt megtettem, hogy Egyeket a hibáiról a is beszéltem, azokat nem küldjük rögtön a fanatikus táborba, hogy te a fanatikus híve vagy. Mert ebben az ügyben például. Ezt uh, mikor, annyiba, mikor tettem? Abból a szempontból, hogy ha azt mondod, hogy mészáros lőrincel, ugye üzletel, vagy legalábbis az ő cégével. Na most, melyik nem NER oligarchánál, tehát melyik cég nem NER oligarchánál van? Tehát egy olyan rendszer alakult ki, egy hát olyan, olyan most rendszer épült még a Ford ki. a A listát azért találsz rajta bőséggel. Szerintem nagyon nehéz mostanság úgy érvényesülni a piacon. Legközelebb végvesztük őket. Ö, vegyük végig őket, tehát baromi nehéz úgy érvényesülni, hogy egyébként te ne egy NER elkötelezett, vagy egy Fidesz szavazó ö, vezérigazgatóval találd magad szembe mondjuk egy cégnek az érén. Ez minden kihívás ö, ma magyar. Ezt vitatom, de én arra gondoltam, amikor ezt a Mészáros Lőrinc szállat behoztam, hogy még ma, maga Magyar Péter sem látta jönni a Magyar Péter vonatot, hiszen azon volt ezerrel, hogy állást szerezzen, és akkor hogy mondjam... Pont Mészáros Lőrincnél. Tehát, hogy uh -huh. Azért ennél kevésbé, úgymond kívülről neres vállalkozónak bejegyzett embert találhatott volna. Ja, van nem. néhány, de azért van még néha, jó néhány vállalkozó. Ő ugye arról beszél, hogy piaci alapon akár külföldön is meg. Szilászlóhoz megtalál. is volna. És ez a kettő. Van egy százas lista, tényleg most nincs előttem, de legközelebb Jó. vegyük végig. De mindegy, ez vegyük vég. ebben nem értünk egyet? A boroni lesz. <gül> <gül> Jó. Egyet lehet, hogy igen. Mindenesetre ebben akkor valószínűleg nem értünk egyet. Én azt gondolom, én csak arra akartam utalni, hogy Magyar Péter motivációi még számára sem voltak egészen világos néhány hónappal ezelőtt, tig, uh -huh. nem, hogy most nem azok szerintem továbbra sem. De egy, egy kérdést hadd közbe, közben: hogyha Orbán Viktornak ennyire könnyű, vagy a Magyar Péter ennyire sebezhető jelölt, akkor Orbán Viktornak nem örülnie kéne ebből a szempontból, Hogy hogy, mondtam én is. Hogy feltűnt. Honnan veszitek, hogy nem örül? Akkor erre é, utalt akkor, akkor, miért égete erre 100 millió forint felett? Mármint a Magyar Péter lejáratására a megafon. Vagy egyébként van egy ilyen költségkeret, és akkor ezt valahova ki kell szórni, és most nem karácsonyra szórják ki, vagy gyurcsájra, hanem Magyar Péter. Nem tudom, majd, ha megafonnál dolgozom, akkor lehet, hogy többet tudok erről mondani. Nem, de véleményed de van erről. De róla? véleményem van, most hogy úgy, úgy, amiről már utaltam korábban is, hogy az, hogy a jobboldali sajtó, vagy jobboldali véleményveszélyek, vagy a jobboldali közösséghez sorolható megmondó emberek és politikusok inkluzíve Fidesz kommunikációs igazgatója keményen fogalmaz Magyar Péterrel szemben, azt szerintem sokkal inkább szól olyan értelemben a saját közösségnek, a jobboldali szavazótábornak, azon belül is a fideszes uh -huh. közösségnek, hogy senki ne érezze, hogy mi ezeket a támadásokat, vegzálásokat, mondásokat. azért Magyar Péter mindennek elmondja a legtöbb fideszes politikust és az egész Fidesz közösséget is olykor betámadja hogy ez nincs válasz nélkül. Ezt szerintem egyértelművé kell tenni, ez szerintem a válaszreakciónak az elementális oka. Ez nem zárja ki azt, hogy egyébként ö, hosszú távon ne lenne egy politikai veszély annak, hogy Magyar Péter csalódott fideszeseket, mint abból ugye több millióban Magyarországon meg tud szólítani. Tehát, hogy ezt a veszélyt, hogy mondjam, előzetesen is el kell hárítani. Ez politika, politikai kommunikáció. Láthatjuk, hogy itt több tízezer ember habokra hisz Magyar Péternek, tegyék így, kövessék, próbálják meg, hogy ez működni fog-e, tényleg szívjük joguk, de hogy erre politikai válaszokat kell adni. Ez szerintem nem zárja ki annak a, azt az igazságot, hogy eközben egyébként valójában a baloldalra és annak pártjaira jelent nagyobb veszélyt olyan értelemben, hogy a momentumot már amennyire lehet látni, például beküldt a parlamenti küszöb alá. Tehát, hogyha valakinek igazán fáj politikai értelemben, és nem most nem morális, meg én emberi dolgokról beszélek, politikai következmény tekintetével a Magyar Péter a jelenség, akkor azt szerintem elsősorban, másod és harmad is a moladali pártok. Nem véletlenül volt Gyúcsány Ferenc is annyira heves e tekintetben, hogy eltolja magától Magyar Pétert. Kapott is vissza olyan válaszokat, hogy Magyar Péter Gyúcsánya nem hajlandó összefogni. Tehát szerintem itt is így ilyen kicsit ilyen tyúk vagy a tojás effektuson, hogy kimondta ezt előbb. Minden esetre, most Donát Anna is, ugye? Felszulott. Most már Donát Anna, igen, mert érzékelik a kihívást. Tehát ez kétségtelen. Én csodálkozom is például Tordai Bencén, aki vigyorogva ment ki tüntetni, miközben gyakorlatilag az ő megsemmisítéséről beszélt, akkor már a tüntetésen, tehát ez valami egészen furcsa politikai Ha magyar Péter. Mert, mert Egy... ha magukat erről, akkor lehet, hogy még nehezebb helyzetbe kerülnek. Tehát ott még nincs, nincs tisztázva egyébként, hogy nekik pontosan mit kéne csinálni, de hát mondom, én a ti helyetekben röhögve venném tudomásul, hogy Magyar Péter megjelent egyébként. Én, a én nem is vagyok e tekintetben elkeseredett. Ettől független azt gondolom, hogy a Magyar Péter jelenség, amiket mond, amik der, kiderültek róla ezek a cirkalmai, én azt gondolom, hogy azért nem, hogy mondjam, nem érthetetlen, hogy jobboldali emberekben, adott esetben Fidesz hű szavazókban is, mondjuk némi <kül> indulatot váltanak ki. Tehát, hogy ez nem tenném ezt ellentétbe azzal, hogy ettől függetlenül nem szavaznának rá. Azért örülnék annak, ha lenne némi következménye a magyar Péter megjelenésének. Ha ő adott esetben mégsem kap annyi szavazatot, amennyit prognosztizálnak neki, én akkor sem fogok kétségbeesni, mert olyan társadalmi folyamatokat, illetve olyan ö, szavazói attitűdöket tett láthatóvá az ő jelenléte, ami én azt gondolom, hogy nagyon hasznos egy ilyen ö, társadalomban, amely állítólag egy polgári társadalom vagy demokrácia felé mozdul. Tehát ha már ugye Mencer Tamás neve megjelent. Ugye Tarzoltánt kirúgták egy állami cégtől azt, hogy most éppen milyen státuszban volt ott, vagy egyébként is elbocsátottak volna, az tök mindegy, de amit Mencer Tamás mondott erre, én azt gondolom, hogy az egy menthetetlen sztori, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni. Tehát én tökörülnék annak, Egyrészt ugye láthatóvá teszi, hogy ez a törzsi gondolkodás, ez már mindent átszőtt itt Magyarországon. És mondom még egyszer, ebben a jelenlegi rendszernek nagyon komoly bűne van. És ez üt vissza egyébként nagy részt, hogy, hogy most ebben a helyzetben, amikor valakik vagy bizonyos társadalmi csoport ezáltal elidenegenedett a politikától és a hatalmi elittől, az most egy olyan emberhez húz, aki még, nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte semmit nem tett le az asztalra, van egy kétes hangüzenet. Tehát, hogy ezt, ezt magának ásta meg a pillanatúralását a hatalom. De hogy egy ilyen nyilatkozat után nincs egy politikán felülálló erkölcsi kiállás, akár a jobboldaliakban. Mert a baloldalról nyilván megkapja, de azt tudjuk, hogy a törzsi gondolkodás miért vagy ráhúzhatjuk. De hogy jobboldalról nem jön a kritika, hogy na azért ácsi, az nekem rettentően fáj. És ilyenkor várnám azt egyébként a jobboldali influencerektől, hogy egy ilyen helyzetben viszont kinyissák a szájukat, és azt üzenjék Mencer hogy figyú oké, ez egy kicsit sok. És én is értem, hogy miért jelent meg a Mencer Tamás a Hollik István helyett, aki egy se bűze, se íze, se szaga, egy semmilyen pali, és most a tábort ugye ilyen kemény üzenetekkel mozgósítani kell, illetve ugye egyben kell tartani. Na de hát könyörgöm, ez a Tamás. Mik, miket Tamás miket beszél? Tehát ez, ez szörnyű. Ebben van köztünk egyetértés, hogy ez a gondolata, hogy miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbízni, aki meg akarja buktatni, kvázi jogos volt az ő elbocsátása. Ez nagyon, ez nagyon csúnya. Én na nem, vagyok, nem, okozok meglepetést, hogyha ezt nem pont így látom. Két, két, de valahol itt is nekem egy arany középutas véleményem van. Én azt gondolom, Hol van ebben? Kíváncsi Én azt gondolom, hogy én, ha én lettem volna a munkáltatója, én nem elbocsájtom, hanem leülök vele megbeszélni, hogy pontosan milyen szándékai is vannak a következő hetekben, hónapokban, mert ugye gondolkodnunk kell a humán erőforrás állományunkon, és hogy most, ha ő tényleg kormányt buktatni akar, meg egy párthoz csatlakozni, amelyik ugye éppen a középre, vagy a harmadik útra, vagy ki hova tör, akkor nem biztos, hogy neki kéne a regnáló kormány egyik minisztereinek a, a, a beszédeit szerkeszteni, és neki dolgozni, az ő sikeréért is dolgozni, és azzal egy időben az ő bukásán is dolgozni. És ezért megbeszéltem volna vele, és aztán meglátjuk, hogy tényleg akkor ezt átgondolja, mit szeretne. polgári demokráciában ez nem oké egyébként szerinted, hogy te mondjuk egy állami cégnél dolgozol, vagy bocs, mondjuk én, és mondjuk teszek egy ilyen kijelentést, mint itt és semmiatt mondjuk engem elbocsátanak. Te mit gondolsz? Te kiállsz el ne, mellettem? Melletted kiállnék olyan, azért is, mert szerintem... Hú, a, na, mert itt vagy, és nem merem a szemedbe mondani, hogy nem. Na, viccet félretéve, szerintem van különbség kiállni egy színpadra, és nem véleményt mondani, hanem belállni egy politikai projektbe, aminek a projektnek a, az egyetlen és eddig ismert célja az, hogy bekerülni a hatalomba és átvenni a kormányzást. Ez egy politikai formációnak a deklarációja. De ez miért Magyar baj? Péter, Így működik a demokrácia. Ez nem baj. Ha valaki ezt a projektet támogatólag a téren tüntetve ő, ennek örül, és egyébként elmegy egy állami cégbe dolgozni, nekem azzal semmi bajom nincs. Azzal, hogyha valaki kiáll a színpadra, és mint politikus jelenik meg, én azt gondolom, hogy az már az összeférhetetlenség határát súrolja, és én megmondom őszintén, Tarzoltán helyében se tudnék jó szívvel bemenni dolgozni egy kormányzati intézménybe. De hogy, melyet, miközben ő a szak szaktudását viszi oda, nem a politikai véleményet. Könyörgöm. Szerintem egy minisztériumi Akkor... háttérintézmény az nem a tisztán csak a szaktudásról szól, az a politika és a szakmának egy furcsa találkozása, hiszen már a kormányzati működés van szó, amivel szemben egyébként például a korábban emlegetett Gyurcsány olyan szinten fakad ki, hogy bárki, aki egy ilyen intézményben dolgozik, azt át fogják vizsgálni, és ki fogják tenni a szűrét, hogyha támogatólag állt a Fideszhez. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy forró téma, és én empatikus vagyok azokkal szemben, akik nem akarnak együtt dolgozni egy olyan emberrel, aki délután még az ő leváltásukról, meg az ő szétkergetésükről delirá, nem személyesen, de maga az egész közösség, amelyhez csatlakozik, majd utána húzzuk együtt az igát, és legyünk együtt sikeresek ebben az ügyben, amit, amit ennek a minisztériumnak. Tehát így. szerinted jogos volt, hogy jogosnak olyan értem, mert az nem elküldték, hanem nem kötöttek vele munkaszerződést. Jó, most induljunk ki -e akkor a a Tamás mondatából. Jogos ilyen helyzetben, hogy valakit elküldenek, vagy sem? Nem ismerem annyira pontosan részletesen azt a munkakört, amit ő végzett. Egyet értesz Mentzer Tamással? Alapvetően egyetértek. Akkor mehetünk tovább. Én még akkor idehoznék egy következő szempontot, mert talán kapcsolódik is ehhez, hogy Magyar Péter viszont azt, mondja, hogy azt mondta, hogy nem várja a mozgalmába a nervből kiugrókat. Hát akkor mi lesz Tarzoltánnal? És akkor. Jubott, vagy ő saját magával. A De lehetnek olyanok, akik most magyar Péter munkássága miatt a nerben felébrednek, hogy ez az, ami nekünk kell, ez a jövő, és akkor megváltoztatják az eddigi irányokat, és most már Magyar Péter mögé állnak, vagy ez inkább egy kommunikációs trükk, és, és csak egy ilyen lózung, amit el lehet mondani, hogy minthogyha lenne sok ilyen ember, vagy tényleg van egy tömeg, aki... Hát két dolgot mondott, hogy gyertek, aztán, hogy ne gyertek. Én ezt így nehezen tudnám értelmezni akkor, hogyha én potenciálisan mennék, akkor utána mit csináljak? Most akkor mégsem menjek? Egyébként, ha már értelmezés, baloldal, mi a baloldal? Mi a NER? Uh -huh. Tehát, hogy hol vannak a határai? A kormányzat körül, az állami intézmények körül, minden ember, aki állami államtól kapja a fizetését a része a ner aki vállalkozóként bedolgozik, mit tudom én, hídépítésbe, vagy városbővítésbe, vagy egyáltalán szerződést köt olyan szervezetekkel, amelyek kötődnek a kormányzathoz, és fogadnak-e pénzt. Hol a NER? Vagy mi mind a NER vagyunk? Például. Tehát jogos ezzel, kérdés. ezzel, de nyilván itt érthető, amikor politikai de értjük, mondásként szerintem. van használva, akkor ne az a Fidesz, és a Fideszhez köthető bárki. Tehát nyilvánvalóan és erre gondol. Csápjai. És csápjai. <laughs> Megadom. Szóval én azt gondolom, hogy így nehéz menni, vagy nem menni, hogyha az a mondás Magyar Péter részéről, hogy gyertek, ne gyertek, gyere ide akarod, az ugye egy ismert. Közeledik Puf, kap egy pofont. Nem értem én sem, egyébként Magyar Péter, illetve érteni vélem. <coughs> Azt gondolom, hogy. <coughs> bocsánat, hát körülötte is dolgoznak azért politikai tanácsadók, vagyis merem remélni, hogy nem csak a levet gőbelődőz. Mondjuk abból kiindulva, hogy milyen mennyiségben posztolő, különböző politikai szereplők alá, ellenzéki ek alá is, ellenzéknek vélt, <coughs> közéleti szereplők alá, és ugye kormány politikusok alá is. Tehát én azt gondolom, hogy nagy részt egyébként ő ezt önként vállalja, de, de például ez, ezen megszólalása, hogy emögött mi rejtezik, én, én arra tudok csak gondolni, hogy alapvetően attól tarthatnak az ő követői, hogyha megjelennek itt a nerből kiugrott, kiugrott arcok, akkor igazából egy új mini -t fognak létrehozni azon közösségen Miner. belül. Miner. Minerva és nem akarják magukat feltölteni árulókkal. Tehát úgy lép fel Magyar Elég, A főnök az. Igen, igen. Én, én vagyok, én vagyok az, aki úgymond áruló, vagy leárulóznak engem. És bizonyos szempontból egyébként mindkét oldalról szerintem ebben van egyetértés, hogy ő áruló. Csak ezt az árulást, például azt, hogy felvette a feleségének a gondolatait rejtve, ezt elkendőzi azt, hogy egyébként mi van a felvételen. És ez megint a párhuzamos narratíváknak a harca, amit szerintem nem menjünk bele, mert heteken keresztül ezt rágták. Mi is tettünk így. Szóval, én azt gondolom, hogy azt mondja, hogy én vagyok a vezér, én vagyok a vezető, és ez megint egy Orbán Viktori pártépítési stratégia, és akik innentől érkeznek, azok patyolat tiszták. Egyébként ő azt mondja, hogy nyugodtan ugráljanak ki ezek a NER figurák a rendszerből. Csak ne Csak, hozzá. csak ne hozzánk. Ami, ami, viszont nagyon érdekes, mert valószínűleg azért fognak kiugrani, mert hogy ő bátorítja őket, hogy létre fog hozni egy olyan ö, ö, semleges erőt, amivel aztán ők biztonságban élhetnek tovább Magyarországon, és nincs olyan, hogy mondjuk a véleményük miatt kivágják őket a munkahelyükről, de ez számomra is visszás. Tehát én, én ezt, ezt, a fajta stratégiát még nem értem, bár nagyon gyakran előfordult, hogy Rogán Antalt sem értettem, és aztán kiderült, hogy hárommal előttünk jár általában. Most egyébként pont azt érzem, hogy most, most nem, tehát most, most ő is fut az események után, de, de, de lehet, hogy neki is Rogán dolgozik, fogalmam sincs. Még akkor nagyon röviden egy-egy percben reagáljatok a tisztelet és szabadság pártra, hiszen ez lesz Magyar Péter pártja, akikkel indul itt júniusban. Mekkora potenciát láttok ebben a formációban? Itt most nyilván a párt múltjáról talán kár beszélni, mert nem jelentős, de hogy milyen potenciál lehet benne, és kiket tud majd megszólítani, és okozhat ez zavart azzal, hogy itt talpra Magyarok mozgalom van, de ez most egy másik pártnév, tehát hogy ez, ez szerintetek hogyan fog alakulni? Hát ugye az időszűke miatt, határidők miatt ez az egyetlen megoldás, hogy ha rácápázik egy meglévő párt, ami hát mondjuk ugye a YouTube csatornán felelhető, YouTube csatornán felelhető videók alapján egy kicsit cringe meg trash, amilyen tartalmakat ez a Tiszapárt párt korábban produkált, illetve a politikát úgymond képviselt, ugye a székhelyen egy lángosozó, általában többnyelvű is a a, a menüjük, úgyhogy egy komoly lángosozó van. ez ezt Mi a hvg olva, én olvastam, mint egy érdekes kuriózum. Tehát, hogy nagyon sokszínű már ez a párt, hiszen gasztronómia és kormánydöntés is egyszerre megfér ebben a projektben. A tiszáról ugye nem mindegy, hogy a tiszavirág, a tiszacipő vagy tiszakámájú jut eszünkbe. Vagy István vagy István, igen, igen, azt meg pláne nem mindegy. Szóval én itt ezt azt gondolom, hogy ez egy technikai ügy, amit a Magyar Péter megugrott, végülis abban sem nem lett igaza, hogy majd ezt nem fogja engedni a választási uh -huh. bizottság, engedte, hogy... A a demokrácia van Magyarországon. Ezt nem mondom, csak azt gondolom, hogy szerintem mindig valahol a... <laughs> de... Na, most belehúztál egy izé, csőbe. Van még a műsor. Nem, én arra, arra, értem, hogy nem mondom, hogy nem ebből derül ki, hogy demokrácia van Magyarországon, hanem amúgy is az van. Tehát nem ebből kell levonni azt a következtetést, ez a minimum nyilvánvalóan, de abban igaza lett, vagy nem lett igaza, na már megint ezé, bele, ezé, zavarodok ebbe a nehéz, történetbe. igen, ez. látom a kies de hogy, de hogy Nincs mi? megírva a szöveged, mint a bohárnak, ítse. ez a baj. Ugye? Na, vagy nem, kell minden, tanulni. nem minden Dániel egyforma. Tehát, ő, tehát hogy lekerekítsem a gondolatot, szerintem a magyar jogállam egyrészt működik, másrészt Magyar Péternek engedi és hagyja, sőt lehet, hogy örül is, hogy megméretteti magát az RP választáson. Hát, és el... demokrácia van, hogy... Elvette az egy percemet nagyon kedves módon, szerintem maradt kb. három másodpercem. Nem, de, nem, nyugodtan. De nem, is. nagyjából ennyi a válaszom, hogy tök mindegy, hogy hova szállt be. Nyilván keresnie kellett magának egy pártot, ezeket az egrieket megtalálta, vagy ők, tök mindegy, teljesen mindegy. Mert most már látom, hogy elkezdték revolverezni a, a, pártnak az elnökét, hogy ő, hogy ő kaszinókban vett részt, a mai Magyarországon ha a kaszinó tudom, valakit revolverezni az egészen vicces, tök mindegy itt van ez a párt, itt az lesz neki a nehéz, hogy majd ott a szavazólapon tudják-e az emberek, hogy az hozzá tartozik, ezt kell neki folyamatosan súlykolni. Ennél többet nem tudok hozzátenni, és frappás végszavam sincs, de abban te vagy a jó. Mondj valamit. Hát, Légy, Dunán, innen, Tiszán túl, Magyar Péter politikát dúl. Jó, lehet, hogy nekem kellett volna valami. Jó. Ezt visszaszívom a lehet. Nagyon köszönöm Kacsó és Boros Tamásnak, hogy itt voltak, és még egyszer köszönöm azt, hogy ilyen mélyen bele is mentetek a vitába, szerintem nagyon érdekes volt, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt már a Feedback a Hit Rádió hírelemző műsora, és arra kérem önöket, hogy a kommentek között fejtsék ki a véleményüket, de sose a megszólalókat, hanem az általuk elmondottakat minősítsék vagy korrigálják. Úgyhogy mindenféleképpen megkérem önöket, hogy tisztelettudóak legyenek a kommentekbe. Köszönöm, hogy ma is meghallgattak minket, mit leszünk jövő héten is, hogy elemezzük a legfrissebb eseményeket. Maradjanak velünk továbbra is, viszont látásra, viszont hallásra.